Hello, hello, hölgyeim és uraim, érkezik hát a mai nap harmadik mérkőzése, a széria legutolsó mérkőzése, Mysterious Monkeys és Rockheads. 1-1 az állás. És kérdés, hogy mi lesz tiltva, mi lesz válaszva? Mysterious Monkeys 0-1-ről, most 1-0-ról 1-1-re bukta el a második meccset, tehát elvileg Rocket áll most jobban ahhoz, hogy a harmadik meccset elhozhassa mentálisan. Kikis Akalia nem volt rossz, de nem is volt egetrengetően nagy spillére a csapatnak, vagy erős spillére. Az a kérdés, hogy itt lehet még ebből éppenséget kihozni. Alice, ilyen Price Talkerhez. Jó volt az előző meccsen, sok rajtérdésnél szerepelt, aztán villanása nélkül pedig pászol meg is lett büntetve, de nagyon jól működött a Tompkins, nem véletlenül van kivágva. Tudod, mi működött még borzasztóan jól? Egyébként üdvözlöm újfent a kedves nézőket, az a bizonyos Vladimir, amit bent hagyott a Mysterious Monkeys. A Rocket ugyanazt tiltotta, akiket az előző mérkőzésen is. Nem szeretnék sem Camille-t, sem Katarinát, sem pedig LeBlancot. A túlvilági páros pedig megint csak ott van a Mysterious Monkeysnál. Hát reménykedjenek abban, hogy ezúttal nem lesznek annyira túlvilágon, mint azt tették az előző mérkőzésen, ahol azért többször is párosan ölték meg őket. Mondó érdekes lenne alapvetően, de azért így láthatatlanban nehéz Boom. Lenne elhozni. A szindrát viszont el lehet. És hölgyeim és uraim, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mostantól elindul a cseten a szavazás. Szeretném megkérni minden kedves nézőt, hogy voksolja leg, hogy akar-e virágot hallgatni, ha már voksolunk. Meg kéne szavazni, hogy a Rocket Mysterious Monkeys harmadik meccse után kezdjünk-e bele a Fnatic szériába, vagy várjuk meg a utána nem sokára fél órán belül kezdődő TSM mérkőzésébe. A Rocket, vagy a Vitality, míg a TSM a Phoenix van a játszik, mindkét meccs jó, de a szavazásotok a fontos, az alapján fogunk dönteni, hogy berekezzünk-e egy olyan szériába, amit nem tudunk befejezni, vagy pedig végig toljuk a Fnaticet, a TSM kezdés pedig nem foglalkozunk vele, ezt nektek kell eldönteni. Mert ugye a szombati napokon általában belecsúszik Európa bőven Amerikába, és az adás pedig nektek sugároz, szóval nektek kell dönteni. Köszönjük szépen, mindenki leteszi a voksát. Minél többen, annál tisztább a kör. Hát, hogyha már voksán, akkor szerintem inkább nézni szeretnék, mint hallgatni. Nem hallgatod, de az, hogy hallgatod, az nem azért ára ki, hogy közben nem is nézem. Jó, viszont sem nézni, sem hallgatni nem szeretné a Mysterious Monkeys ezen a mérkőzésen a halál négy felvonását. Kivágják Jint. Hát, valahol megértem. Hogy egyébként azt is megértettem, hogy miért hozta el a Rocket csapata Braumot. Hát, hogyha már Tompkins nem elérhető, akkor nyilvánvalóan kell valaki, aki képes megvédeni a lövészt. Ez megint csak elővetíthet egy ilyen kis törékenyebb olyat, aki nem nagyon tud elmenekülni. Mondjuk gondolok itt akár Kog'Maw-ra. De még akár a Twitch sincs kizárva, vagy éppen Ash, aki járnán kezei közé simán jöhet. De ugyanúgy, ahogy az előző két mérkőzésen, Yasuo megint csak nem lesz elérhető, és Gragas sem képviseltetheti majd magát a Mysterious Monkeys színeiben. Azért Kaszki megkapta azt a Corkit. És oké, hogy Betsy egy nagyon erős karakterével játszott Syndrával, de Corki pont, hogy jó amúgy Syndrával szemben. Elszorrakozik simán, és az átoknyörű megvásárlás után el is tudja tűrni egy sebzésének egy részét, amit ugye Betsy kiosztan a Kaszki ura. Renekton jön Kikis kezébe. Egy Jace után sebzésforrozó. Egy Akali sebzésforrozó után egy tankosabb választással rukkol most elő Kikis. Persze neki is kell azért a hasító Bard, egy kis sebzés, de szerintem egy Tristana és egy Syndra mellett is jó táncikálni Renektonnak, sőt még az Alice mellett is elfér. Fiora! Az pedig nagyon fájt volna annak a Renektonnak. Popping gondolkozik, hogy sőt Poppyval marad, Faxi! Na, ez eddig jó. A kérdés az, hogy mit hoz Alice-re Amazing. Nem volt annyira rossz a Lee-színje, de nem is volt kiemelkedő. Lehet, hogy a Rek'Sai a helyes kiút. Vagy Sejuani. Azért egy Amazing Sejuanit megnéznék. Én is megnéznék, de Rek'Sai az, ja. Akit előszeretettel választ. Így ezt megtehette, megint csak ráteszi a voksát. Most már nem szeretem ezt. Bocsi. Mindegy. Szóval voks. Becinél viszont még
egyelőre a gyógyítás található. Mely kérdés, hogy ez változik-e majd? Alapvetően azért Korkival szemben egy kifárasztás az jól jöhet számára, de még akár egy égetést sem tartanék lehetetlen dolognak. Poppy viszont érdekes lesz, hogy egy minimális, egy nagyon minimális erősítést kapott, hogy elég lesz-e ez olyan az idéző szórakában, az kiderül. Tristana viszont úgy gondolom, hogy egy jó választás ebbe a kompozícióba. És hát Braum személyében lesz is, aki majd meg tudja védeni. A megtisztanás pedig ott volt Koskiun, és szerintem ez teljesen jogos. A Morello, amikor alapválasztás után, de a kifárasztás lehet, hogy még jobb lenne szerintem egy Szindrával szemben, mert akkor biztos, hogy körbe lehet könnyen táncolni, és meg is lehet ölni. Ezt azért Rigzál is, hát ez elején nehezen, de aztán megmutatta tegnap, hogy meg lehet csinálni. Viszont a Trash, a Dreams, ez a két néván lassan összeforr szinte. Szinte. És Braum vad itt. Na, érdekes meccsünk lesz is, sorsdöntő, és még egyszer szeretnék felhívni a figyelmet, kedves nézők, hogy mindenki legyen szíves a csetre ránézni, ugyanis Knax, vagy pedig a Magyar Lóló TV névvel, de mindenképp Knax teszi a szavazás ki, legyetek szívesek szavazni, hogy tudjuk, hogy mit szeretnétek. Várjuk meg amerikai kezdés, vagy inkább feneteket nézzük végig. És srácok, most komolyan, akartok látni egy kettő meccses rektet a Fnatic-től, vagy inkább egy izgalmas nem ér a nézőket meggyőzni. Összecsapást. Nem ér a nézőket Észak meggyőzni. Észak-Amerika legjobbjától, nem és ér egy a nézőket csapattal. Meggyőzni. Edi, nem ér. Nem szabad. Mind a két meccs jó. Európa egyik legjobbja, és Amerika egyik legjobbja. Meg a Phoenix van, meg a Vitality játszik. Na jó van. Mert az adó kapokhoz, kikap meg az áldást, de hát ez egy kis eltörpülő sebzés. Na! Mina! A pokoli sárkány után, az előző mérkőzés után újabb pokoli sárkány. És úgy tűnik, hogy elhagyjuk ezeket a felhő sárkányokat végre valahára. Ez viszont így egy sokkal kecsegtetőbb célpont lesz mindkét csapat számára, hogy már a mérkőzés korai szakaszában igenis fókuszt helyezzenek a sárkányra, ezzel együtt pedig az alsó ösvére. És az, hogy egy Elise bizonyul-e jobb rajtaütőnek, vagy egy Rek'Sai, arra megmondom őszintén, nagyon kíváncsi leszek, de így előjáróban, főleg a Gubó miatt inkább azt mondanom, hogy Price Stoker lehet majd az aktívabb, vagy ha nem is az aktívabb, de a jobban működő. Ez jó magyar, rossz kifejezés volt. És akkor a Redton és a Popier indul fölfele. A védelmező hadműveletből elindulnak ugye a felső és milyen játszani a kis párbajukat. Vadi pedig besegít Price-nak elég keményen ebben a vörös Heatherhouse szedésen. Persze azért valamennyi járalan is hozzátett, Dreams pedig már próbál kizónázni az érkező lövést. Előző meccsen Dreams nagyon sokszor villant szerintem agresszíven és talán kicsikét rosszul is, de egy Thresh-nek be kell vállalni a bulit. Vagy belép, vagy kilép. Vagy csak úgy van. A vanos Thresh pedig nem a legjobb. Agresszív játékkel dupla nyúzás Dreams-től. Valami ilyesmire gondoltam, amikor pedig le is követte ezt a kis sebzéssel. És egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor Dreams végül átcserélte az égetését egy kifárasztásra. A középső ösvényeseknél pedig megmaradtak ugyanazok az idézői képességek, amiket még a töltés előtt láthattunk. Maradt Koskiunál a megtisztulás, ami a gyengék szétszúrása ellen egy jó fegyver lehet. De ugyanúgy akár, hogy a Gobóval is ki lehet majd jönni egyszer. Dreams pedig kapja a Braum jelzőket, és még a kávítás éppen nem volt meg. Amazing! Próbálkozhat. Popit azért elég nehéz legyűrni. De persze eléggé agresszív most Faxi is, nem véletlenül jönne valahogy segedelmezni majd Amazing. Gritem lassan tapasztalati pontból is kiszorítja rá nektől picikét Faxi. De eljön már az idő, amikor kicsit is begyűjtheti a farmokat, például most. Jó a válasz. De mindenközben Amazing már hazament, tehát ebből egy gyilkosságot nem fognak szerezni a felső esélyen. A Mysterious Man kezdi játékosai, ez pedig agresszív lépés Vadidtól, megjön Prime Stalker, 3v2 lehet kifárasztás Vadidra, jó. Kábítás és Gubo is egyből, Thresh meg sem tud mozdulni, ez pedig első gyilkosság. És ráadásul Hjarnan kapja. Vagány kezdés, szép.
kábítások egymásra ruházva, egymás után pakolva. Ha akart volna villani Dreams, akkor sem volt lehetősége. Igen, érdekes, hogy azt mondjuk, hogy már level 4-en működik. Level 4-en? A negyedik percben működik a CC log, de hát itt ez teljes mértékben igaz. És Tristanának szerintem szüksége van a mérkőzés korai szakaszában a segítségre, mert ha valamikor, akkor igenis büntethető ez a kicsi karakter. Erre ez a gyilkosság tökéletes volt. Bár nem mondanám azt, hogy alapvetően ne lenne jó egy Elisen is, viszont egy csákány tudott megvásárolni rögtön a meccs korai szakaszában Tristana. Hát, ha nem is egy Kain card, de azért jól fognak jönni. Jó, bizony. Nézzük azt, hogy... Aha. Ez egy fanatikus statisztika volt, ami most ezen a meccsen lehet, hogy nem annyira fontos. De erre akart minket következtetni szerintem a Riot Games, hogy majd jön ez a meccs is, és ezen is vannak jó statisztikák, de még azért Rocket Mysteryben ezek közel sincsen vége. Éppen csak belecsöppedünk a harmadik meccsbe. Kikész pedig kicsikét egyrészt kecsesen is, meg agresszívan is játszani ezzel a Renektonnal, de neki már nincs életerő itala. Az azért ne felejtsük el, még azért Faxinak van. Jó, de életerőt azért tud ő is visszanézni valamit. Na nézd csak! Hú, de kemények a fiúk, be a torony alá Faxira! Neki villanás azért van, ez? Szerintem nem. Ömőzi már fél életen, a Kikis pedig elkezd tankolni. Fölütés, jó a sebzés, kijön Kikis, Faxi pedig Amazinget takarítja el! Ja. És Faxi mosolyog! Ötös szinten egy poppira bemenni, öcsém! Megakadályozta a kis metró kihasználását, az hát alapút kihasználását. És milyen jól tudta Faxi, merre fog menni majd Kikis még pluszban, tehát nagyon jó irányba lépett, és villanások sem mentek ki. Nézd meg! Hát nem mentek ki, lehet, hogy nem ártott volna alapvetően itt. Faxi már ugye rögtön lassította egy kicsit Amazinget, és ugyan a falhoz kenés az nem volt a legjobb, bár gyanítom, hogyha az sikerül, akkor még az is lehet, hogy a kettős gyilkossága is megvan. Mert akkor halál még nélkül. Igen, akkor még egy torony ütést megkap Kikis, egy alaptámadás be van fejezve, és a Amazinget meg ugyanúgy megakasztja. Bobo, az Elisnek van egy jó kis sebzés a játék elején, ne felejtsük el, Amazing pedig felült, vissza kell akar lépni. Dobd a lámpást! Kikis végső képesség csattan, Faxi pedig visszább bújik. Tiamata lesz Kikisnek, tehát ő tényleg akar sokat is elég gyakran cserégetni. Ez már kicsit másik statisztika, de... Milyen? Semmi. Mondjad. Semmi. Mit szavaztad meg a nézők? Hát még semmi. Még semmit. Hogy állnak a szavazatok? Rosszul. Krax, mint örök TSM fan, azt mondta rosszul rá a szavazás, szerintem akkor a TSM-et még eddig leszavazták a nézők. Ja. Győzd meg őket akkor most, hogy miért a TSM meccset nézik. Most már mindegy, már elrakottad. Akkor ne győzd meg. Mi? Én nem tudtam el? Igen. Mi? Fanatik plusz 20 szavazatta a vezet. Eddig úgy néz ki. Kedves észak-amerikai nézők, hol vagytok ilyenkor? mondjuk még nem jöttek meg. Ah, várjál, még azért 8 klis fog menni a szavazás, akkor lassan kezdenek begyűlni az amerikai nagyon nézők. Nagyon helyes. Akkor még behypoljuk majd, jó? Nem lesz rossz egyébként ez a Fanatic White. Persze. Az se lesz rossz. A DSM lehet, hogy jobb, szerinted. Szerintem körül forma. Én mind a kettőt megnézem szívesebben. De arra nincs lehetőség. Hát sajnos nincs. Vagy mindenketten tudunk egy szóló streamet. De Amerikáról beszélsz, meg a Fanatic meccsről. Jó. Nálam lesz a kamera meg minden, nálad pedig lesz egy kis laptop, aztán csak hangot adsz majd ki. Jó. Nem tudjuk másért most megoldani. Nem. Még szavazhatnak a TSM meccsre. Nyugi, Edi. A halálos ítélet nem volt a legjobb Dreamstől. Egy mini adat tökéletes lehetett volna alapvetően. És hát független attól, hogy az első gyilkosságból járván gazdagodott, azért Jukiék nincsenek lemaradva egyáltalán. Viszont most jó a halálos ítélet. Szép, de 6-os szintű lett Jarnam. Uh-huh. Egy picit, hogy a támad volt Madrid, ez pont elég volt arra, hogy ő meglépje a 6-os, míg azért Dreams és Yuki nem volt közel a 6-os szinten. Hát is rögtön el is használta. Jó, a csere és koszkűnek nincsen manája. De van átok nyelője. Egy-két alaptámadásra próbál válaszolni Betszörről, és ezt jól is teszi. Viszont elfogytak a rommási találban, levőt töltetek. Hát még egy pörög szépen lassan, de abból sem fog túl sok hanát visszanyerni. Puff. Jön Kikis.
Sutyinák. Jó, megbüntette ezt a Sutyinákat, nézd meg, hogy ennek a pálya. Esélye nincsen szegény Sutyinak. Ezzel pedig plusz mozgásra tesz szert, majd kikisz abban a bizonyos folyóban, meg persze azért rálátás is szerez. Nem rossz az. Egy nullás Fáxi, de ettől függetlenül nagyon erősebb, mint Poppy. Szerintem az ösvény fázisban még egy darabig biztosan. És szerintem elég sokáig lesz erősebb Renekton, de... Kikisznek nem sok lehetősége van igazából túl sokáig is messzire elmenni az ösvényére, mert azért Fáxi tudja tolni azt az ösvény, nincs ez a probléma. Kávítás jó. Igen, van csomagja és Koskyunak. Ha jól láttam. De pokoli sárkány, Price-tól pedig látja, hogy szedik a sárkányt a Mysterious Monkeys játékosai. Bevillan végül Price-tól sújtani akar, és el is sújtja! Szinte előny az idő, bár nálam volt. Sújtó mester, Fáxi pedig próbálják ölni. Most akkor jön igazából Koskyu segíteni, és végre meghal. És kit lő a torony? Ez az. Lekerült a... Hát ez mi az? Kikiszről lekerült a cél. Persze, hát végső képesség. Ja, hát persze. Hát Fáxi. Hát megnőtt Kikisz. Kedveském. Na ez viszont most egy arcontörlés volt, és nem használt idéző képességet Kikisz és Koskyu sem, viszont Fáxi igen. Ezt most jól csináltam is Sirius Monkeys, de előtt egyszer el kellett hasalni. Hát amennyire Price Stalkernek jó volt a lopása, annyira jó volt a válasz a felső ösvényen, hiszen ugye így az első tornyot is meg tudta szerezni a Mysterious Monkeys. Akkor is, hogyha lehet, hogy egyébként kettőt buknak majd belőle elég hamar. Nem volt ez rossz. A visszajátszásból láthatjuk, hogy jó messze van Koskyu, de hát elég hamar áthidalja azt a távolságot, és egészen eddig lövi a torony Kikiszt. Közkűra pedig már nem került rá a toronynak az áldása. A toronyok tekintetében pedig egyenlít a Rocket csapata. De én úgy gondolom, hogy itt ez az első toronyáhozatal ez nem volt annyira fontos. Talán a 8% bónusz fizikai és varázssebzés a számottevőbb, amiért igenis megérte Price Stalkernek bevillannia. És tökéletesen látta meg, vagy ismerte fel azt a lehetőséget, hogy hát haver. A sújtás előny az nálam van. Haver! Bro! Bro! Hey bro! Hírnök és Kikisz, a két jó barát. Igazából olyan sok időt nem tölt Kikisz egy csapattal, tehát igazából a legjobb baráti, ez lehet csak a szúrdobban vannak. Mert ott több időt tölt, mint bármelyik csapattal. Hát de azokat meg úgy bántja, hát láttad az elkos sütyerákat is most... Lehet Kikisz a domináns szívtelen, a szúrdokban. Szívtelen. De legalább eredményes. Ja. 20 farmos előnnyel rendelkezik, van egy döntő tornya. Most szinte ő hozta el egyedül a hírnököt. És jöhet a rajtaütés a középső ösvényre. De ott is hárman vannak a roketes srácok. Optuszképenyt szeretne majd építeni Fáxi. A farmolásával mindenki, a farmolás gyorsaságával fog neki majd segíteni. Yugi 60 Dreams és Amazing is közelben van ahhoz, hogy a felső és ilyen majd erre Vadid Hjarnan párosra reagáljanak valamit. Örszemek is vannak kint, takarít azért valamennyire a Rocket is. Sutyarákat is megöli, mert akkor Price, hogyha itt van, akkor kettőt egyért alapom. Dreams. Dreamsről tudniuk kell, hogy itt van a közelben, csak hogy pontosan merre azt nem tudja a Rocket. Régóta a bokorba campel Dreams, de... Milyes, kimondtam, most kicsikét mocorgat lefele, aztán vissza fölfele. Mindig a bokorban van. Lehet, hogy a szériában nem is Garen, hanem inkább Thresh a bokor lakója. A kék erősítése pedig Beci gazdagodott. Szépen, miközben láthatjuk, hogy ösvény ellenfele hazatér, és... Egy ragyogást, no, meg egy kalapácsot egyből meg is vásárol, épül. Szépen lassan a háromság hatalma. Ami egy fontos tárgy lesz, hogyha egyszer elkészül azon a korkin. Addig viszont nagyon kell vigyáznia, meg hát annyi sebzést nem is tud kitolni magából, és a tornya viszont elég alacsony életerővel rendelkezik. Arra leszek kíváncsi, hogy Amazing majd hol használja el a szurdok hírnökét, amit hamarosan majd az aktiválnia kell. Koskyu. Betsy pedig útba lesz közben, jöhet majd, hoj a fiú.
Koszkiu nem tudom, mit érzett meg, de főleg az őrszemeket látta, hogy azért Metsz is sétálgat a környéken, és kicsikét be is, igazából így összességen Koszkiu, aki bepítelte Becit, hogy lehet, el lehet kapni a kis habtestét Koszkiunak, de nem. Ravasz a fiú, egyértelműen szépen táncikál, de a kávétást még ő is megkapja. A 15. percbe lépve minimális aranyelőnnyel rendelkezik a Rocket csapata. Egy perc múlva jön egy óceán sárkány, de ezt most szerintem a Rocket annyira nem akarja majd megszerezni. Sokkal inkább egyéb célpontokra fáj a fogok, például itt a felső ösvényen a külső toronyra, vagy akár mondanám még mindig azt a középső ösvényes tornyot, ami alig-alig tart még egyben néhány tégla. A szurdok hírnöke pedig az alsó ösvényre lett megidézve. Itt orjokban elég hamar egyenlítenek majd kikiszék. Igen. Igen. Így pedig már nincs különbség. Nincs. Tristana viszont megépítette, vagy összerakta a határtalan pengét. Ide már az Robika túl sokat nem sebzett ebbe a toronyba. Rajtam igazi van toronyvédelem. És mindeközben szépen ez a középső és ilyen közkütolja a minionokat. Soha nem áll meg ostromolni magát a tornyot, de folyton leköti valamivel Betsit, tehát környéken kell maradni általában. Finom? Finom. Jó van akkor. Csak is. Nem akarom szürcsálni. De lehet, hogy a szürcsebb egy picit. Úgy van. Ügyes vagy. Köszönöm. 2-1 a gyilkosság aránya, 2-2 a döntő tornyok aránya. És egy-egy a két csapatnak ugye megszerzett pontjai. Tehát ilyenkor azt tudok mondani, amikor a harmadik meccsről egy ilyen kiegyenlített két meccs után, hogy ez valami rengeteg hosszú ideig fog tartani, kevés gyilkossággal, inkább stratégiák lesznek itt valahogy majd végre hajtva, és logikai játék lesz inkább, mint hogy durbelebum, hűbele Balázs módjára, csicsat, püf, paf, puf. Pontosan ezért van csak 3 gyilkosság 17 perc alatt, tehát az nem olyan sok. Szinte semmi. Van itt egy őrszem, de ki van kapcsolva, tehát van, de igazából nincs. Hát meg amúgy is Amazing inkább a kék erősítést szeretné odaadni Koszkiunak. Na végre, egy olyan mérkőzés, ahol tényleg változatos sárkányokat kapunk. Egy pokoli, egy óceán után, majd egy felhő sárkány jön még közben. Tornyok tekintetében a Rocket megint csak átveszi a vezetést. Most viszont azért olyan könnyen nem fog tudni a Mysterious Monkeys egyenlíteni ilyen tekintetben. Mondom én, aztán majd meglátjuk. Annyi bizonyos, hogy kikisz ezen a mérkőzésen. Elég magabiztos a felsős, ugyanis bár ugye Faxi megvásárolta a naptűzköpényt, annak érdekében, hogy jobban tudjon farmolni, a zabolátlan erő nem volt annyira zabolátlan időközben Becitől. Még egy harmad életereje Koszkiunak megmaradt, szóval független attól, hogy megvette Faxi a naptűzköpenyt. Hala! Jó, a lámpás. Amazing pedig így megúszta a bulikát. Nincs veszélyben a fiatalember. Jékész viszont legyőzhetetlen. Woohoo! Lenne, de hazaküldve. Ez öcsém jobb, mint egy bungee jumping. Mondjuk soha nem mertem még bungee jumpingolni, de kikész olyat repült, hogy az egész pályát áradannan föntről, és valószínűleg minden összemet így meglátott, aztán mehet őket takarítani a magasról. De ettől függetlenül azért így Faxi csak inkább elrettentő erőnek volt jó ezzel a végső képessége, de ettől függetlenül kikész ugyanúgy megy a felső ösvényen, tehát ráadásul Amazing is a közelében van, még Prime-szavok, most kicsikét messze van a többiektől. Faxi pedig látja, hogy hát ezt elvitték. Ez itt már itt nincsen. Hát a CD Redu segítheti majd Amazinget. Ezek kívül azért túl sok mindenre neki nem jó az a kék erősítés, de ha neki nem is, legalább Becitől elvették, aki egyébként, mivel Syndra első tárként megvásárolta a Morellon Omikont, és lehet, hogy majd másodjára egy üresség botját fog megvásárolni, vagy hát akármi más lehet ebből. Egyelőre viszont ugye a sebzése még nem tűnik elégségesnek, láthattuk az előbb, amikor Koszkiura kinyomta a kombóját, és
annyira sok életerőt azért nem szedett le. Viszont így a 19. perc végén is összességében csak a farmolás. Az valami hang bugol, hogy nem? Csak én nézem, milyen hülyén. Ja nem, Tristan a kulcs most estége van. Ilyen, ilyen hangot hallottam, ilyen, amikor így... Ja, a hadúr? Aha. De hát csak a hadúr vérszabja! Mondjuk ezen koszkibidék ezek a felsőjös fiam, mi az? Sem. Milyen szép a farmák kint, á, most már nem, Beci belerondított, 202 volt Koszkiú és Beci farmja. Aztán lerobbantott pár milliót Beci és belecsúfított ugye ebbe a szép két számba. És közben a lámpásra visszább jön. Hát a baranasra 20 másodperc van él, de ez nem fog számítani most, mert tényleg annyira nincs különbség, hogy ezt ilyenkor a baranasor az nagyon-nagyon-nagyon jó és nagyon alátámaszott helyzetben lehet csak elkezdeni. És ez pedig szép. Igen. Azt kell mondani, hogy ez csodás. És ez a Rocketnek nem a saját dzsungele. Igen. Hanem bizony, tehát az ellenfélé. Mindent látnak, hogy mikor megy föl egy kikisz, mikor mennek a baron fele. Az egyszerűen nagyon szép hálózat. Az konkrétan. Mint aki valamilyen hálózatépítést Hoppá. Tanult volna, ugyan felépít egy csomó őrszem, Foxy pedig nem sikerült lecsavarni magáról a kikisz, sőt, amazing is van szegény Foxy! Jó, szétverték. Darabokra. Ugyan lesz telep, hogy a fél perc múlva, de az ember elő megvan és végig menekült Foxy. Tehát igazából csak, hogy eltűrte, hogy kap sebzés, aztán meg hal. És úgy tűnik, hogy ezen a mérkőzésen viszont Kikisznek majd működhet a váltott ösvénytolás. Mert ebből az akcióból is kiderült, hogy Foxy jelen szituációban nem tudja felvenni a versenyt. Kikisz Renektonjával szemben. Viszont Vadidék jöhet meg, de ez a külső torony, ez bizony dől. Kápítás. Vecsőre szakad egy kiét Vadidtól, ez jó lett volna, hogyha nem akart volna már rég menekülni a Mysterious Monkey. Egy szép kápítás. Sorozat lett volna ott. Miközben a megarakéta az mellé. 22. perc és egy Foxy gyilkosságból nem sokat tudott építkezni még a Mysterious Monkeyhez. Amazing pedig villani kényszerű nem volt, ott a sebzés abszolút rossz. Hjarnál már azért határtalan pengé és statikus töltő pengével azért már bőven tud magából sebzést kiosztani. És azért majd még megjön rá a gyors tüzelő. Akkor még gyorsan is fog nagyokat sebezni, nemhogy sebezni. Csak úgy. És ráadásul ezt a sebzést úgy osztották, hogy a végső képessége még benne is Dreams, maradt. Dreams, csak. Menne őrszem ezért, de tudja, hogy nem jó. Oda nem jó menni. Valami ott van, mert megint nem lát sokat. Mi mindig lát, az a kék... Látja ott ezt a tilos táblát. Igen. Mi mindig látható a kék őrszem hálózat a Rocket részéről, és ennyit lát belőle a Mysterious Monkeyhez. Plogy! Na, felhősárkány érkezik alig 15 másodperc múlva. Kíváncsi vagyok, hogy a Rocket erre is lecsap-e, vagy inkább hanyagolja ezt a segre. Valószínűleg ott fogják hagyni, hogyha a Mysterious Monkeyhez el akarja hozni, hiszen Price Stalker is hazatért. És majd szépen a Leandri gyötrelmét fogja majd megvásárolni előbb vagy utóbb, amivel egyébként már Betsy is rendelkezik, és nem üresség botját vett abból a varázspálcából. A 23. percben azért elgondolkozni majd szépen rajta, hogy mikor akarunk olyan típusú támadás, vagy olyan típusú váltott ösvénytornás csinálni, mely ugye kihasználható a karakterinkből. Kikész az előző meccsen azzal a Akarival, és főleg előtte Jason nagyon sokat, sőt néha túl is tolta a párhuzamos ösvénytolást, és szerintem ebben lehet most csak kiugró pontja a Mysterious Monkeynek, hogyha megindul az alsó ösvényen, sokkal, de sokkal többször Kikész, mert láttuk, hogy le tudja ő kergetni Foxyt, meg is tudja ölni Foxyt. És hogyha oda többszörösen kitámad, akkor előbb-utóbb Foxy-on el fog tűnni és el fog teleportálni. Itt pedig elég csak a maradék négy fő játékosra Mysterious Monkeys részről ide csábítani, és kiteleportáltatni Foxy-t. És akkor Kikisz törhet előre, a baronnál pedig nem kell igazából túlvállalni magát a Mysterious Monkeys-nak. Rocket oldaláról így, hogy Foxy bőven elhasal Kikisszel szemben, jóval nehezebb dolga van most. Mert nincsen úgymond melléktevékenység, melyet csinálhat, miközben örszemeznek, meg viszont örszemeznek, meg vannak. Igen, a Rocket csapatának ki kéne várni azt az időt, amely ugye Hejárnán
befejlődi a 16-os szintet, majd pedig így 5 emberrel menni a célpontokra és pillanatok alatt lerombolni a tornyokat, ebben mondjuk nagy segítségük lett volna egy hegysárkány. És hát sajnos ahelyett most egy óceán érkezik. Viszont azért Tristana így is fogja tudni sebezni a tornyokat. Kérdés, hogy mennyi lehetőséget biztosít majd számára a Mysterious Monkeys. Hopika. A kék baronna sort kezdenek. Hopika, és Pryce-től a kéknél lengeti a lengetni valót. Sőt, senki nem jön. Messzen átad jön most, hogy csak meg észrevették ugyan. Jön a teleport épesége Faxitól, de tök mindegy. Lándzsa plusz sújtás esélytelen. Még a felütés jó. Hát két ember villant, a többi pedig kijött épesége. Jön Jarlán, hú, de agresszív, ölni akar. De akárhogy is számoljuk, ingyen baronna sor a Mysterious Monkeysnak. És ezért nem kellett árazni. Pedig, bocsánat. Emlékszem, mennyi őrszem volt? Hát volt, igen. Volt. Ez a baj, hogy csak volt. Az egész északi jungle-ében a Mysterious Monkeysnak. Két villanástól búcsúzott a Mysterious Monkeys, Kaskio és Yuki használta el, hogy ki tudjanak jönni az adóból. Úgy gondolom, hogy ha ebből elhoznak egy 2-3 tornyot, akkor ez összességben még megérte nekik így is. És most ezzel a baronnas erősítéssel kikisztem, főleg csinálhatja azt, amit ezen a mérkőzésen elvárnak tőle a srácok. Gyors üzelő ágyot pedig egyelőre nem Hjár nem fejezte be, hanem bizony Koszkiu azért korkiára vette meg. Hoppá, járan ugrik! Szépen próbál követni a kábítását, ez még nem baj, mert Dreams azért ennyire három ember közé nem mehet be. Tankos a trash, de három ember sebzését azért ő is kb. Egy másfél percig tudná védeni, vagy kivédeni. És hölgyem és uraim, még egyszer felhívnánk a figyelmet, hogy 9 órakor Észak-Amerikai LCS fog kezdődni. Tehát bőven még ennek a mesnek lesz még ideje, mire el szoktok kezdeni által az amerikai LCS adásának fellövését. A Fnatic és Vitality meccs jönne Európában most ezután majd, míg Amerikában TSM és Phoenix van. És ezt kéne eldönteni, hogy Európán menjünk tovább, vagy kezdjük el az Amerikát. Mert ha Amerikát akarunk kezdeni, akkor állunk át Amerikára, azonnal. Ha Európát akarunk fordítani, akkor Európát fordítjuk tovább, de szériák között nem tudunk ugrálni. Tehát vagy végig EU, vagy végig NA, és megszakított EU. Ezt kell eldönteni, a szavazás legalább a meccs végig biztosan fogjuk még hallgatni. Aztán pedig addig, ameddig még éppességgel lehet, de nektek kell eldönteni, hogy melyiket csináljuk, és sajnos átfedés van. Így valamelyiktől el kell búcsúzni. Miközben ugye látjuk jól, hogy 3000 aranyelőny van a Mysterious Monkeysnál, míg azért a baronnosor powerplay csak most kezd el nőni, szépen bedolgozódni. Egy torony már megvan a baronnosorból. A T2-es torony is ostromolható, azért Yukinek is van sebzés erre bizonyos toronyra. Próbál valahogy vadit védekezni, megjön Kaskyu is, de a két lövészes kompozíció jó ostromlásra. Ezt tudjuk. Plac. Kikisz pedig ott hagyta az alsó ösvényt, és elindult a középsőre. Ki tudja, talán éppen harcot szeretett volna kezdeményezni, erre lehetősége nem nagyon volt, de Mysterious Monkeys így is. Hát a többet nem is, de két tornyot kihozott ebből a barannas erősítésből, ami nem lesz egy túlságosan magas powerplay, de azért nyilvánvalóan a semminél jobb. Kikisz pedig a hazatérése után megvette az őr angyalát. Ugyanúgy járnán is a gyors tüzelő ágyút. Az idő pedig, én úgy gondolom, összességében azért a Rocket csapatának kedvez. Hát egy Tristanával kiindulva, igen. Nagyon-nagyon hasonlít a Tristana karaktere, mint mondjuk egy Caitlyn karaktere. Igen. Szerintem az én vagyok. Ja. Vagy a borostám csiszolja. Lehet. Kis izét, vagy nem tudom. Faxi falhoz kenni kikiz, de nem a legjobb. Na ez az a popi, amelyik még nem az igazi tank. Nem a betonfal kategória. Megpróbálta Faxi védeni a tornyot 5v4-ben, nem is értettem, hogy miért csúszott be így. És kifele már. Ez olyan, nem is tudom. És
milyen érdekes egyébként, hogy ugye rengeteg új, főleg felsős tárgy van. Villan Beci a célpont, jön rá felütés, még gyógyít Beci villan, és végül meghalljuk, Juki görbe táncolja, 2-3-0-ás erre, ho! Meghal Amazing, de Járnán is halott, és hölgyem és ürmének a mesek itt vége van. Konkrétan azt vége mondod? Van. Hát ha persze, hát fél percig nincsen négy játékos. Na jó, Faxi majd jön. Lesz Minion. Ugye Barannasor már persze lejár, de ezt szerintem senki se hitte volna azt, hogy a Rocket 29 percnél egy ilyen téketes torony védekezésénél csinál egy ilyen kis nem is tudom micsodát. Bedobják Faxit a temetőbe és egyértelműen végig kell tolni a meccset. Hát persze ilyen hibát meg kell kőkeményen büntetni. És Faxi már hiába táncol. 2-1 a Mysterious Monkeysnak. Ne, ezt nem hittem volna. A Mysterious Monkeys pedig így megszerzi a második szériáját az európai LCS berkein belül. Hozzáteszem, nem érdemtelenül. Ami viszont érdekes, hogy nagyon szépen, csendben és lassan nyerték meg ezt a meccset. Olyan alig feltűnően, viszont amikor meglátták a lehetőséget, akkor egyből kihasználták. Monkeys on three! 1-2-3, Monkey! A majmok. Jól van. Akkor a szavazást szépen megkérem, hogy zárjuk le. Knax az előbb már azt mondta, hogy örülünk, úgyhogy örülünk. Jó, nem mondom őszintén, a TSM meccs az persze jó mérkőzés lesz. És ott a Fnaticot nézted volna? Fnatic mindenki fog nyerni, a Mindtality most nem áll jól. Az a kérdés, hogy most 2-0-ra vagy 2-1-re fog nyerni a Fnatic. Nagy valószínűséggel 2-0-ra. De még azért egy pár percig hagyjuk a szavazás futni, és hogyha... És ugye a szavazás után ne felejtsük el, hogy ha Amerikát kezdjük el, akkor a Fnatic meccsre már nem fogunk belepontárkodni, mert semmi értelme elkezdeni aztán félbeszakítani, hogy nem maradjunk le a TSM-ről. De valószínűleg jönni fog majd egy streamresi, ha a TSM mellett voksotatok, és átállunk Amerikára. Amazing pedig mindenkivel lepacsizott. Hát... Ő mindenkivel. Nem hagyott ki senkit. Amazing srác. Abszolút, de korrekt volt, és a Lee Sin-je volt talán kicsikét kevésbé masszív, de ott is volt egy-két fontos jó rugás, amelyekkel azért oda tette magát a játékban. És Sikisz mosolyog. Hát az egész Mysterious Monkeys mosolyoghat. 1-0-val indultak meg, aztán 1-1-re egyenlített a Rocket is. Ez a meccs ott volt igazából a kezükbe. Ügyesek voltak, de a Baron Nashort lesúsztak róla. Őrszemháló hiányzott, pont. Ezek után pedig megvolt a kezdeti lóvé. Elkezdett támadni a Mysterious Monkeys. Mit élsz át egy csapantként, amikor azt látod, hogy hú, elvitték a baront. Hú, ezek a fiúk, akkor jók a terveik, és jók a stratégiájuk, mert mi meglepődtünk, hogy elvitték a baron Nashort. És innentől kezdve ugye már így a vezető szerepet átvehette magyarul a Mysterious Monkeys. És elkezdett diktálni, és Faxit, én nagyon sajnálom ezzel a popival, miatta kikapott most. Igen, alapvetően éppen abba kezdtem volna bele, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy ennyi új és jó felsősvényes tárgyunk van. Sioux, megint beszél Sioux. Én megvárom. Na. Szóval, és ehhez képest pedig úgy építkezett azzal a Poppival, mint hogyha még legalább a tavalyi szezonban lettünk volna. Viszont naptűzköpeny, szellemarc, de ezek már régiek. Ki ellen? Miért? Tehát, hogy És még a közelében nem voltunk egy vízköpőnek. Jó, azért Renekton pontosan kb. A meccs végéig volt igazán jó ebben a játékfázisban. Tehát mondta fél óráig jó a Renekton, és ezt végigkított a maximális kreténséggel. Ez pedig a Price-tok érkezés. És a Dreams lehetetlenítés. Egy helyben állok és meghalok, mert CC-re kategória Dreams megkap. Igen, de Dreams az előző mérkőzésen is annyiszor ölték meg, amennyiszer lehetett. Ez egy nagyon szép megmozdulásra volt Faxinak, amikor itt beszéltünk róla, hogy az egyedüli szépséghiba, hogy Kikiszt nem lehetett falhoz vágni, így ugye csak egy toronylövést kapott meg, de hát Amazinget viszont ott lehetett tartani, aki hát rossz oldalon nyolta meg azt a fagyit. Vagy... Eléggé. Igen. Eléggé, viszont hölgyem és uraim, azt gondolom, hogy akkor gyorsan közjegyző mellett hátszámoljuk a szavazás eredményét, és megnézzük, hogy akkor a TSM, majd pedig a Fnatic meccsre szavazhatok többen, és utána pedig annak függvényében, mi az eredmény, lépünk, hogy akkor most elmegyünk szünetre, vagy pedig stream resi amerikai átállásra. Kedves Knax, mondd meg az igazat. Akkor közjegyzünk most számol, jó? És mindjárt mondjuk, hogy mi lesz. Jó. TSM plusz 20. Várjál, mert egyszer volt Fnatic is plusz 20-ban. Volt.
Szóval még egyszer, van még két percetek, szavazatok Fnatic drukkerek, akartak a Fnatic meccset, még kettő percet, addig még lesz egy pár visszajátszást, ne aggódjál, kedves Edi. Tehát még tudunk majd miről beszélni itt a Rocket Mysterious Monkeys meccsről. Ugyanis volt még itt egy pár visszajátszás, és Faxinnek ezt a téketes toronyvédését mindenképp meg kell nézni. Szóval még a szavazó link kiment párszor a cseten, most a szavazatok, és utána pedig fogadjuk el, mi az eredmény, mert ti szavaztátok meg, nem pedig én, és nem pedig Edi. Tudod, mi volt az érdekes? És nem Krax. Igen? Aki tudja. Szóval... Jó, van itt vagy 1000 számot, hogy lehet, hogy mindenki belogod gyorsan. Egy szavaz. Hát vagy azóta nagyon gépelt, tehát lehet, hogy folyamatosan ja, lehet. Kilép, szavaz, ja. Kilép, szavaz. Na mindegy, szóval... Körbeírt Facebookon mindenki, srácok, szavaz, mit szél régre, TSM-re! A szezon elején azért a Mysterious Monkeys-ről tudhattuk azt, hogy nem lesznek annyira erősek. Viszont ott volt például Ninjas in Pyjamas, ahol meg, hát ha más nem is, de nevek jöttek. És érdekes módon a Mysterious Monkeys elhozta a második szériáját, ja. És volt ezen kívül is olyan párharcok, vagy olyan meccsük, ahol nem játszottak alárendelt szerepet. A NIP-nek meg egy szoros szériája volt összesítésben szerintem, az pont az UOL ellen, de azon kívül... Nem sokat mutatnak. És mindösszesen két győztes mérkőzésük van az egész LCS folyamán. Ez megint egy más dolog, de inkább arra akartam csak kitérni, hogy a Mysterious Monkeys, hát ha nem is túl nagy formában, de magára talált valahol azért. Valahol igen, és a Rocket pedig, hát ez egy hát nem mély olyan, repülés. Igen, nem olyan, mint a héten abszolút mély repülés. És hölgyem is akkor még egyszer Player of the Series Amazing 2-8-27-tel. Stücken Schneider. Jaj, nem is tudtam, hogy van ilyen vezetéknél, de aranyos. Mindegy, a teljesítménye viszont nem aranyos volt, hanem kifejezetten erős és megnyerő, ahogy te mondtad, csak a Lee Sin-jével nem volt túlságosan magabiztos. Nem volt, de az is jó de volt. Igen, ott sem vele volt a baj, nem. Hanem inkább Betsyvel, meg az ő Vladimirjével, de hogyha emlékszünk, azon a meccsen is volt lehetősége a Mysterious Monkeysnak visszajön. Volt. És ott is volt olyan Lee Sin felrúgás, amikor 4 embert nyomott fel a levegőbe. Ez így van, és akkor még egyszer ránézzük a szavazásra most, hogy mi az eredmény. Ahol nézem, csak a számot írját, tehát az eredmény valószínűleg az változatlan. TSM plusz 48, srácok, ez el van döntve. Köszi. Akkor viszont egy gyors streamlesinek leszünk nem sokára személyes főtanúi. Miközben Yamato Kanon és a Vitality játékosaival azért van egy-két dolog itt a háttérben. Reckless pedig mosolyog. Jó meccs lesz, tény, de tudjuk jól, hogy a Fnatic nagyobb esélye jön be a ringbe. Az biztos, hogy a TSM meccs alatt majd be fogjuk mondani a Fnatic eredményét. Emiatt nem kell aggódni, viszont a TSM meccset fogjuk folytatni, ami körülbelül még egy 55 perc múlva fog elkezdődni, tehát mi el fogunk menni most egy gyors szünetre. Streamet resizünk, fölkészülünk Amerikára, nyomtatunk meg ilyenek, mert kellnek a narratívák és stb., hogy tudjunk normális és ne buta infókat netek mondani. Szóval felkészüljünk Amerikára, és kb. Egy 50 percen belül jövünk vissza, addig pedig sziasztok! Sziasztok!